kézműves tevékenységek várták az egészségügyi és bölcsődei igazgatóság dolgozóinak gyermekeit ma kora este a Jósika úti intézményben. A kicsik a játék után izgatottan várták vendégüket, aki ma éjjel minden családhoz ellátogat. Bokros teendői közepette a Jósika úti intézménybe is megérkezett a télapó. A gyermekek versekkel és dalokkal kedveskedtek neki. Nézzétek, a gyaloglásra a csizmám talpa kiszakadt, zsákomban az ajándéknak több mint fele itt maradt. Természetesen ajándékokat is hozott Szolnokra, miközben őt is sorra lepték meg szebbnél szebb előadásokkal a kicsik. Kinn a szélben sűrű porhó útra kell, benne a fenyőn csillagszóró énekel. A Családbarát címet elnyert intézményben csaknem 250-en dolgoznak. Közülük hívták meg az érintett családokat. Az egészségügyi és a bölcsődei intézményegységünk olyan kisgyermekes szülőinek, akik még pici gyermeket nevelnek, de ahogy láttam, vannak itt nagyobbak is, tehát mindenkit, aki még érzi a Mikulás varázsát. A varást pedig ma éjjel mindenki megtapasztalhatja. No persze, csak ha alaposan kipucolja és kikészíti a csizmáját.